A Bézikheimi gyerekek érkeznek a polgármesteri hivatalba. A német testvérvárossal 1992 óta van kapcsolata Bátaszéknek, és az iskolások kapcsolata az alapja a jövő generációk együttműködésének. Az elődök már látták, hogy hosszú távú kapcsolatot az ifjúságra lehet építeni, és már ettől az időponttól aktív, élénk élet van az iskolák között, melynek köszönhetően minden esztendőben úgymond oda-vissza meglátogatják egymást egy meghatározott korosztályban élő gyerekek. Egyrészt nyelvtanulási szempontból a mi oldalunkról, hiszen így jobban tudják gyakorolni a német nyelvet, másrészt megismerik egymás települését, megismerik egymás kultúráját. Ebben az önkormányzati ciklusban mi is törekedtünk szorosabbra fűzni Bézikheimmel a testvértelepülési kapcsolatot. Úgy gondolom, hogy ezt sikerült is. Kicsit személyesebb, kicsit közvetlenebb lett a hangulat a két település vezetése között. És hát nagyon remélem, hogy a mai látogatás kapcsán lesznek majd olyan diákok, akik esetleg barátságot tudnak kötni, és megalapozzák majd a két település hosszú távú kapcsolatát. Az iskolában folyamatosan dolgoznak azon, hogy ez az együttműködés szoros maradjon. Zeihel Néheimann Henrietta azt mondja, az a tapasztalat, hogy a 12 éves korosztály nagyon büszke arra a nyelvtudásra, mellyel a kapcsolatokat tudja építgetni. A gyerekeket már előre kell motiválnom, tehát évekkel előtte már negyedikes korukban, ötödikes korukban is beszélek arról, hogy ez egy csodálatos dolog, és hogy minden gyerek nagyon jól érzi magát, és hogy hangolja rá magát arra, hogy képes lesz ezt a feladatot végigvinni, mert nem olyan egyszerű dolog egy idegen családba, egy idegen kultúrába belecsöppenni 12 évesen, és én mindig azt mondom, hogy aki ezt meglépi, az egy óriási erőpróbában túl 12 éves korában. Itt már olyan barátságok szövődtek, a 20 év alatt, én 20 évet csinálom a volt kolléganőmmel, hogy tényleg nagyon sok érzelmi dolog szál köt össze bennünket, úgyhogy én azt gondolom, hogy az emberi tényező, ezek a kapcsolatok nagyon-nagyon lényegesek. Balatonpécs, Budapest és természetesen Bátaszék ikonikus épületeinek bemutatása szerepelt a programban. Emellett kézműveskedés és közös fürdőlátogatáson is. Részt vettek a Bézikheimi gyerekek.